Köszöntöm kedves nézőinket! Most csak a magam nevében, mivel kedves munkatársam Vértes Imréné beteg, ezért ezt a műsort most egyedül fogom végigcsinálni. Ez itt a Gólya Hír, a Bölcsbagoly Természetvédelmi Oktatóközpont műsora. Túl vagyunk a bolondos áprilison, hála Istennek, egymást követték a hideg és a meleg frontok, az elsős és napsütéses napok, sőt, most, amikor éppen a műsort csináljuk, akkor a Mátrába és Budapest környékén és az ország több helyén keményen havazik, a Mátrában, a Kékesen már 20 centis hóról beszélnek a meteorológusok. Nem győztünk öltözködni, majd vetköződni. Mindezek ellenére azonban el kell mondanom, hogy eljött a tavasz. A japánok, ahogy a hírekből értesültünk, már ünnepelték a cseresznye virágzást is, amit nem csodálok, mert már nálunk is kivirágzottak a cseresznyefák, és hófehér ruhába öltöztek, ami ilyenkor természetes is. A tulipános, valóságos színkavalkádot hoztak létre és topzódtak, de be kell nekem vallanom, hogy nekem igazándiból a piros tetszik, ugyanis a vad tulipán, amely Törökországban, a gyepekben ma is nő, az eredetileg piros. Az összes többi az későbbi nemesítés. Egy szó mint száz, újra tavaszon, újra megérhettünk egy tavaszt, amit igazán az ilyen idősebb korosztály képviselői tudnak igazán értékelni. Minden műsorunkat ugye az aktuálissal szoktuk kezdeni. A hónapot áprilist a virágnyílás hónapjának szokták tekinteni, és valóban így van, mert valóságos sárga szőnyeget alkotnak a tavaszi kankalinok, bókoló sárga kis virágfürtjeik, olyanok, mint egy szerény, egy kislány. De mellettük a hegyi rétek pompás leánykökörcsenyéje is kinyitották a lila harangocskáikat, és rajtuk a harmacseppek úgy csillognak, villognak, mint meg annyi apró gyöngyszem. De ne csak a virágokról emlékezzünk meg most. A kertünkbe megérkeztek a barátkák, a barátposzáták, fent énekelnek a gyertyánfánkon, és olykor lejönnek a madáritatóra inni, mint ahogy itt a képen is látható. Ahol ilyenkor nincsenek egyedül, mert a zöldikék nagy csapatosan vannak, hancúroznak, isznak, fürdenek, majd egy hirtelen mozdulattal elrebbennek. Szóval, kedves nézőink, nem unjuk már a magunkat, hogyha kimegyünk, van mit nézni és van mit élni. Korábban bejelentettük, hogy ebben az évben a hazánkon kívüli nemzeti parkokból mutatunk be egy néhányat. Most egy dél-franciaországi területre fogunk elbarangolni, kirándulni, és ez nem más, mint a Camargue. Hát mi is ez tulajdonképpen? Mi ez a Camargue? Egy hatalmas deltavidék, már a múlt alkalommal éppen a márciusi műsorban a Duna-deltáról volt szó. Hát most ez is egy ilyen deltavidék, azonban ezt a Rhône nevű folyó építi fel, és ott alakította ki, ahol a Rhône befolyik a földközi tengerbe. Ez egy hatalmas terület, amely nagyon érdekes, mert a mély Camargue az egy ilyen a vakár lagúnát veszi körül, és mindössze 2 méterrel emelkedik a tengerszintje fölé. Tehát, hogyha egy nagy vihar van, akár még a hullámok be is csaphatnak ide. Nagyon érdekes ez a terület, mert tulajdonképpen Mediterráneumba esik, mégis rendkívül szélsőséges a klímája, ugyanis a téli szelek akár mínusz 15 fokot is hozhatnak, a tavasz esős és hideg, olyan, mint most nálunk itt április, és hűvös, a nyár viszont perzselő forró, mindent kiéget. Ennek megfelelően alakult természetesen a vegetáció és az élővilága, a hamar kiszáradó füves sztyeppekre és a sós
területekre jellemző növényzet alakult ki. A mély területeken, ahol a só lerakódás ugye nagyobb, ott a bozsgás növényeket figyelhetjük ma. Ma főképp a Camargue a természetvédő embereknek a területe. Nagyon érdekes, mert Hoffmann úr, a Hoffmann Laros vegyipari koncernnek az egyik tulajdonosa megvásárolta, szabályszerűen megvette azt a területet, és magán természetvédelmi területet hozott létre. Nagyon érdekes, itt azért el kell mondanom, hogy ez a Hoffmann úr a 70-es évek legelején megjelent Kádáréknál, és bejelentette, hogy ő megveszi a Hortobágyot, mert ott egy nemzeti parkot fog létrehozni. Hát természetesen nem adták el neki, hanem vészesen, sürgős léptekkel létrehozták a Hortobágyi Nemzeti Parkot. Ez sokkal később lett volna, ha Hoffmann nem jelentkezik be. Nos, a területeken, mint említettem, a területen, a Camargue-ban nem csak mély, ilyen sós területek vannak, meg szikes területek, hanem homok dűnék is, amelyet a tengeri szelek, tengerfelől fújó szelek hoznak létre. A képen is jól láthatók ezek a dűnék. Ezeken a szárazságot és a víztelenséget, meg a szelet tűrő növények jelennek meg. Ilyen például a tamariszkusz, vagy ahogy itt hazánkban tamariskának hívják, gyönyörű rózsaszín virágai vannak, és ezzel díszítik a területet. Nálunk a szikes fásításra használták föl ezt a növényt. De a homok megkötésében az úgynevezett dünefű játsz az elsődleges szerepet, erről is láthatunk itt képet, ahol a dünefű megterem, ott rögtön egy kis domb alakul ki körülötte, mert megköti a homokot. A kevésbé szélverte dünék oldalán pedig pínea fenyők telepednek meg, és nagyon szép pinea erdőket hoznak létre. A mélyebb, vízzel borított területeken azonban nádasok vannak, amelyek a madárvilág szempontjából rendkívül fontos szerepet játszanak. A kiszáradó, sós, mély területeken, mint említettem, a pozsgás növények játszák a szerepet. Ez azért alakult ki, mert a levelekben összegyűlő nedvek segítségével tárolni tudja a vizet, és nem szárad ki. Tudnélik, a vizes, illetve a sós talajból sokkal nehezebben veszi föl a növény a táplálékot és a vizet, mint a normális, kevésbé sós területeken. A folyó rendkívül sok mellékágat alakított ki, és ezekben a mellékágakban természetesen édesvíz van, és számos édesvízi halfaj is megjelenik. Zömmel olyanokat fogunk bemutatni, amelyeket itt a hazai vizeinkben, például a Tiszába is megtalálhatunk. Ilyen a veres szárnyú keszeg, amely ugye a vörös színű úszóiról kapta nevet, a ponty, amely nálunk ugye közismert, és a tenyésztett halfajok között fontos szerepet játsza, de a ragadozó csuka hatalmas példányait fogják ki olykor, és itt említem meg a cumpót is, amelyet doktor halnak is neveznek egyesek, egyszerűen azért, mert olyan vastag nyálka borítja a testét, hogy a legenda szerint hozzá dörzsölődnek a megsérült halak, és a ledörzsölt nyálka befedi a sérülést, és nem fertőződik el. De megtalálható itt is sajnos az Amerikából behozott törpeharcsa, amelyet azzal a céllal hoztak be Európába, hogy majd itt is szép nagyra megnő, hát egy ilyen kis vackokra nődözik meg, nem akkorára, hogy kilósan, mint Amerikában. És helyenként az angolnát is megfigyelhetjük. Ez itt természetes, ugyanis az angolna az édesvízben él, és amikor ivaréretté válik, akkor leúszik, tessenek megkapaszkodni, teljesen átúszza az Atlanti-óceán, és ott Amerika keleti partjainál, ahol a golfáram kisodor egy csomó növényt, a sargassumot, barna mozatot, és kialakul a sargassum tenger. Érdekes módon ez egy mély, 3000 méter mély tengér, ahol
parti élővilág alakul ki, mert a golfáramlat kisodorja a partról a moszatokat és rajta az állatokat. Nos, ide jönnek Európából az angolnák ívni, itt lerakják a petéiket, a lárvák kikelnek, ők pedig annak rendje módja szerint el is pusztulnak. A lárvák azok ilyen kis fűszalevélszerű fehér jószágok, amelyeket amikor először kifogták, külön állatfajnak írták le, majd kiderült, hogy szó sincs róla, ez az angolnának a lárvája, amely olyan 2-3 éves utazással jut el az európai folyókba, és nagyon érdekes, mert azok a lárvák, amelyeknek a szülei a rondeltából jöttek, a lárvák is a rondeltába mennek vissza. Hogy ezt mivel tudjuk megmagyarázni, ez még a jövő tudományára vár. A rovarvilága szintén gazdag, de elsősorban a szitakötőket kell megemlíteni. Számos olyan szitakötőt fogunk most bemutatni, kedves nézőnk, amelyik hazánkban is előfordul. Ilyen például a haránysávos szitakötő, vagy sávos szitakötő, nevét azért érdemelte ki, mert a szárnyán ilyen haránsáva, sötét, lilás, kék haránsán van, csodálatos, hogy a napban szikrázik. Aztán az óriás acsa, amely Európa legnagyobb szitakötője, nálunk is megtalálható, gyönyörű, kék színű a hímje. Szitakötőknél gyakran más színű a hím és más a nőstény. Aztán ilyen a négy foltos acsa, nevét azért kapta, mert a szárnya tövén négy szárnya tövén, mindegyik szárny tövén egy-egy háromszögletű fekete folt található. De ilyen a rokona, a lapos hasú acsa is, nevét azért kapta, mert a potró egészen lapos. Itt a hímek kék színűek, a nőstények pedig sárgásbarnák. A vizekben azonban él egy igen kemény ragadozó, a sárga szegélyű csíkbogár, mint a képen is látható, a potrohát is és a torát is ilyen sárga színű szegély díszíti. Ez önmaga is ragadozó, de a lárvája, amely egy újnyi nagyságú szörnyeteg, rendkívül kemény ragadozó, úgy is hívják, hogy vízi tigris. A gyepekben, főképpen a száraz gyepekben találkozhatunk az ájtatos manóval vagy imádkozó sáskával, semmi köze a sáskákhoz egyébként, fogólábúakhoz tartozik. A nevét azért kapta az ájtatos manót, meg az imádkozó sáskát is, mert az első pár lába így visszahajlik, fogóláb, és ő is ragadozó, ezzel kapja el az áldozatát, és akkor szépen megcsúcsálja, akár még a férjét is a házasság után. Aztán ugyancsak itt találkozhatunk a zöld lombszöcskével, amely lánykorában még növényevő, és miután ivaréretté válik, akkor fölköltözik a fára, ott cirippel, és itt már ragadozó életmódot folytat. A terület tulajdonképpen a védettséget a madárvilága miatt érdemelte ki. A nádas, mocsaras helyeken számos madárkolónia található, a fás helyeken, ahol fák is vannak itt a területen, ott a fánfészkelő madarak, gémfélék jelennek meg, mint például a kiskócsak, egyik gyönyörű madarunk, aztán az üstökös gém, amely a selyem gémnek is nevezik, a malomkeréknyi fészket építő szürke gémek, valamint az Európában már egyre ritkábban előforduló batlák. Ezek külön is alkothatnak telepet, de legtöbbször vegyes telepekben figyelhetők meg. A káró katonák rendszerint önálló telepet hoznak létre, és mint azt a Duna-deltánál is említettem, az ürülékük foszforsavban rendkívül gazdag, és azt a fát, amit meglepnek és fészket raknak rá, hát az bizony egy év alatt totálisan kiszárítják. Különlegessége és ritkasága a területnek a rózsás flamingó, képen is lehet látni, nevét a rózsaszín tollazatáról kapta, és ezt a tollazatot azért azt színezi,
hogy a vízből kiszűrt apró rákocskák ilyen festékanyagot tartalmaznak, és ez színezi meg a tollukat. Budapesti állatkertben ezt úgy érik el, hogy a rózsás flamingók rózsásak legyenek, hogy édesnemes piros paprikát kevernek a táplálékukba. A nádasokban nem a fákra, hanem a nádra fészkelnek a nagy kócsagok, ugye a Magyar Természetvédelem címer madara, és olyan gyönyörűen elszaporodtak nálunk, hogy már több van belőle, mint a szürkegémből, és a kanalas gémek. Ez utóbbiak a nevüket a kanál alakú csőrükről kapták. Annak ideje, mikor a Duna-deltában jártam, de ezt a Hortobágyon is tapasztaltuk, a csőrét a pásztorok kanálként használták fel. Gazdag a réce állománya is, nem sokat fogunk említeni, de az üstökös récét nem tudtam kihagyni, olyan csodálatosan szép, nézzék meg kérem. És természetesen a tömeget a tőkés réce adja, mint mindenütt, és itt is gyakran találkozhatunk a bütykös ásóglúddal, ahol a hím és a tojó együtt kísérgeti a pipéket és viszi táplálkozni. Egyik másik kicsi az fölmászik a mama hátára és potyázik egy kicsit. Van egy különlegessége a területnek, és ez a vörös ásólúd. Nem véletlenül nevezik ásólúdnak, ugyanis partoldalakba lukat fúr. Ugyanúgy, mint a emlősök. Kotorékot csinál. És ebbe lakik, ebbe fészkel, itt neveli föl a fiókát, illetve itt rakja le a tojásait, és itt költi ki, és amikor ül a fészekbe, akkor rendszerint háttal kifelé ül. Na most a ásólúdnak lehet látni a képen egyébként, hogy szárny vége fekete, és az egész ilyen rókavörös színű a tollazat, és amikor ül, akkor olyan az egész madár, mint hogy egy fekete orrú róka leselkedne ki a lukból. Persze lehet, hogy ezt csak mi emberek látjuk így. A nyílt vizeken, ahol úszó növényzet van, ott telepednek meg a fattyúszerkők. A víz felszínén úszó növényekre rakják pár gizgazból a fészküket és arra a három tojásukat. Ezek ilyen fehér tollú, fekete fejű kis jószágok, és rokonuk, a kormos szerkük nevüket méltán a tollazatuk kormos színe miatt kapták. De olyan helyeken, ahol még ilyen növények sincsenek, hanem tiszta víztükör, ott a vöcskök jelennek meg, főképpen ott, ahol mély víz van, mert ezek bukonmadarak, és ezek úszófészket raknak mindenféle gizgazból, és amikor leszállnak a fészekről, be is temetik. Úgyhogy a hófehér vöcsök tojás, mikor kitolja a madár, mire kikelnek, akkor a humin anyagoktól, a rothadó növényektől egészen feketévé változik. Ilyen a bubos vöcsök, aztán ilyen a fekete nyakú vöcsök, amely a fekete nyakáról kapta nevét, és a kis vöcsök, amely egészen sötét barna, csupán a pofáján van két oldalt egy-egy fehér folt. A szikes gyepeknek, inkább a vakszikeseknek két féltett faja van, az egyik a széki gólya, vagy gólyatöcs. Kérem szépen, ez a madár, mint a képen is látható, olyan, mint egy miniatűr kis gólya. Nagyon hasonlít rá. Tündéri kis madár. És a rokona a gulipán, amely fekete-fehér tarka, és a csőre így fölfelé hajlik. Ez arra jó neki, hogy a vízben járva, így kaszálva szűrögeti ki a planktont a vízből. Még említést teszek, ha már madaraknál vagyunk, két ragadozóról is. Az egyik a nádasban fészkelő barna réti héja, 3-4-5 fiókát nevel, és a másik, az már sokkal ritkább, a réti sas. Tekintettel arra, hogy a területen, a vizekben bőven van hal, a rétisasnak is bőségesen jut ennivaló. Az emlős faunája azonban bizony nagyon szegényes, és ez elsősorban az emberi hatás következménye, de találkozhatunk ősszel, nem számít ritkaságnak, sőt,
Vidra is van, noha nem számít gyakorinak. Köztudott egyébként, hogy európai vidraállománynak a zömét azt Magyarország őrzi, és itt is megjelentek az európai hódok, amelyek tekintettel arra, hogy védelem alatt állnak, most már szépen szaporodnak is. Van két különleges emlős állata, amely tulajdonképpen az ember hatására maradt meg. Ilyen a Camargue vadlova. Ezek világos színű, úgy szoktuk mondani, hogy fehér, de hát fehér ló nincs, csak szürke. Ezek vadon szaporodnak, rendkívül strapabírók, remekül futnak. Éppen ezért, mint a képen is látható, befogják őket, és aztán kiváló hátaslovak és igáslovak is lesznek belőle. És van még egy különlegessége, ez a vadon élő fekete szarvasmarhája a Camargue-nak. Ezeket időnként, mint ahogy itt az előbbi képen látható volt, a lovasok nagy csapatba kivonulnak, és ezeket a bikákat bezavarják, csak a bikákat, mert ezeket használják aztán fel a francia bika viadalokhoz. Hozzá kell tennem, hogy ez nem olyan, mint a spanyol, mert itt nem ölik meg a jószágokat. A Camargue ősidőktől kezdve lakott volt, ezt bizonyítják az építkezések, hát jól tudjuk, hogy a római birodalomnak Gallia az része volt, külön országrésznek számít a tartománynak. Ezt jól szemléltetik az itt megmaradt építmények, mint például ez az aqueductus, a vízvezeték, de hát a rómaiaknál köztudott volt, hogy szerették a cirkuszt, pánemet circenzis mondták, kenyeret és cirkuszt a népnek, és akkor befogja a száját. Ez azóta is használja a politika egyébként. A cirkuszoknak az épületei ma is megvannak, itt annak idején gladiátor viadalokat rendeztek, ahol a gladiátorok öldökölték egymást, és természetesen váltakozva a keresztényeket vadállatokkal gyilkoltatták meg. Hát talán ennyit mesélhetünk el a Camargue-ról, és ma már egyáltalán nem számít különlegességnek, hogy valaki elutazzon ide, és bátran tudom állítani, hogy érdemes. Kedves nézőink, mindig utolsóként a Mondd, te tudtad rovat következik, tekintettel arra, hogy nincs itt mellettem a kolléganőm, akitől ezt megkérdezhetném. Hát önöktől kérdezem meg, hogy tudják-e, hogy van egy növényünk, amelyet macska gyökérnek neveznek, és ezt miért hívják macska gyökérnek? Ez a növény főképp a tölgyesek nyírkos részein szokott megtelepedni, összetett levele van, gyönyörű, szép rózsaszín virágai, állítólag fehér is van, de én még csak rózsaszínt láttam. Nos, azért hívják macska gyökérnek, mert megvastagodott egy ilyen 2-3 milliméterre megvastagodott gyökér részei vannak, amelyek valerián savat tartalmaznak. Nem tudom, hogy önök között hányan ismerik, elképesztően büdös. A tömény macska ürülékre emlékeztet, és azért hívják macska gyökérnek, mert a nőstény macskák a párzás idején ezt az illatot, a kanduroknak illatnak számít nekünk fertelmes szag, szokták ide-oda dörzsölni, csábítva ezzel a kandurokat. Hát azok persze jönnek is, és aztán van nagy miákulás és verekedés, mert a macskanász nem egy egyszerű dolog. Nagyon fontos anyagot tartalmaz ez a növény, mint mondtam, valerián savat, amelyet a gyógyászatban használnak fel, mert nyugtató és görcsoldó hatása van. A laboratóriumokban ezt az anyagot, valerián savat üvegdugós üvegbe tartják, mert ezt jól zárható, tartják, azt pedig egy másik üvegbe rakják bele, amit le is parafinoznak, hogy ki ne jöjjön a szag, de amelyik laborban ilyen van, ott van olyan dögletes szag, még ennek ellenére is, hogy az borzasztó. Nagyon érdekes növény ez egyébként, mert ezt lehet termeszteni is, és a gyógyszergyártás céljából
helyenként termelik is mesterségesen. Elárulok egy galátságot, hogy akkor, amikor mi egyetemisták voltunk, jártunk ki nagyon gyakran majd minden szombaton kirándulni a budai hegyekbe, és találkoztunk ezzel a növényel természetesen, be is hoztuk, és aztán, amikor mentünk a villamoson, akkor egy-egy ilyen gyökér darabkát elpottyantottunk, az emberek felszálltak, széttaposták, fertelmes illat volt a villamosba, és mindenki a másikra nézett, hogy mit csinált, mi meg a villamos másik végén vihogtunk. Hát elég galácsá volt tőlünk, de hát diákcsíny volt. Ez az egyik, a másik, igyekszem rövidre fogni a szót. Tudják-e, kedves nézőink, hogy bizonyos afrikai törzsek a számukra utálatos varázslót, akit valósággal uralkodott rajtuk, holta után hova temették el? Hát nem fogják eltalálni. A baobab, vagy majom kenyérfa odvában. Ott aztán ez szépen a meg nagy melegbe szépen kiszáradt, mumifikálódott, és ott is hagyták, nyugodjon békében. De hát miért tudták ezt megtenni? Azért kérem szépen, mert a baobab fa, ez az erdős szavannának a jellegzetes, ikonikus faja, mindent körülötte elnyom, több ezer évet képes megélni, és az átmérője, mint ahogy a képen is látható, több tucat métert elérhet. Mértek olyan baobab fát, amelynek az átmérője, kapaszkodjanak meg, 40 méter volt. Na most hát ebben nyugodtan kialakulhat ilyen odú, amiben aztán a nem kívánatos varázslót el lehet tenni. Nagyon érdekes, mert egy-egy ilyen baobab fa egy egész életközösséget foglal magába, mindegyik baobab fa más és más. Miért is hívják majom kenyérfának? Hát azért, mert a termése ilyen hosszú, megnyúlt, szalámiszerű, és ezt nyersen is fogyasztják, de inkább sütve eszik meg. A virágai egyébként csodálatosan szépek, pirosak, és tekintettel arra, hogy Afrikában is már a 21. század, sőt már a 20. században is minden pusztult, a természetvédők számára ez egy szent, ikonikus fa, faj, amelyet minden helyen igyekeznek védeni. Nos, kedves nézőink, ezzel be is fejezzük műsorunkat, azzal a nem titkolt szándékkal és vágyal, hogy következő hónapban újra találkozunk, remélhetőleg addig a kedves kolléganőm rendbe jön, és itt ülök mellettem, és ketten fogjuk vezetni a műsort. Viszontlátásra!